Ez a csatorna szörny, ami bemutatja, mi minden kerül a lefolyóba Pécsen, de láthatják itt az érdeklődők a hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás folyamatait is. Mindezt az Ökováros héten, amit a belvárosi bevásárlóközpontban rendeztek. Iskolás csoportokat is fogadnak itt a szervezők. Azt tanultam itt, hogy ne szennyezzük a környezetet, mert ezzel befolyásolhatjuk a jövőnket. Mondta a kiállításról ez a második osztályos kislány. A rendezvény olyan kérdéseket érint, amik manapság súlyosan befolyásolják életünket. Az idei 10. Ökováros hét az anyag és az energiatakarékosságra hívja fel a figyelmet, mivel azért mind a kettő véges, illetve az anyagfelhasználás is óriási energiafelhasználással jár, illetve energiapazarlással ezzel párhuzamosan. Úgyhogy három témakört választottunk az idei Ökováros hétre. Ezek az otthoni energiatakarékosság lehetőségei, illetve a megújuló energiatermelés. A második a hulladékgazdálkodás, a hulladék csökkentése, újrahasznosítási lehetőségei, valamint a szennyvízkezelésről, az otthoni tudnivalókról, mi kerülhet be vagy nem a csatornába. Ezekről tartanak ismertetőket, bemutatókat a látogatóknak október 16-áig.